Nem mindennapi társaság lépett pályára szerdán az egyetemi csarnokban. Általános iskolások, idősek, valamint a másodosztályú győri férfi kézilabda csapat néhány tagja közösen melegítettek, majd edzettek egy jó ízűt. A sporton keresztül mindenkinek megmutassuk azt, hogy mi igazából nem csak a versenysportban gondolkodunk, hanem az amatőr, illetve a sportért, rajongókért tesszük, amit hát próbálunk nap mint nap véghez vinni, illetve minél sikeresebben. Természetesen ez hát sok összetevője van a sikernek, de igyekszünk becsülettel dolgozni, és hát az óvodától kezdve az idősekig várunk szeretettel mindenkit. A gárda egyik alapembere és védős specialistája az ELSZ-nél dolgozik, így megtapasztalta már, hogy mennyire érdeklődnek a sportok iránt a szépkorúak. Innen jött az ötlet, miért ne kézilabdázhatnának együtt az idős klubok tagjai a sportolókkal. A mezemen látszik, hogy én etoszos játékos vagyok, fontos nekünk az, hogy a városban népszerűsítsük a sportágat, és nem csak a gyerekek, hanem az idősek körében. Az idősek közül ma 13-an ki is próbálják a játékot, és több mint 50-en eljöttek erre a programra. A közös edzést is a csapat egyik erőssége tartotta. Kovácsovics Lászlónak iskolásokkal már komoly tapasztalata van, de ezúttal az idősekkel is jól kijött a pályán. A gyerekek még gyerekek, az idősebbek meg most már visszamennek, és nem szégyelnek semmit, szinte a gyerekkorig, és olyan kedvesen, aranyosan bántak itt a labdával, sőt, mondhatom azt, hogy ügyesen, korukhoz képest azt gondolom, hogy egy-két fiatalt megszégyenítő dolgot meg tudtak csinálni, úgyhogy mondhatom azt, hogy számomra is kellemes meglepetés, de nagyon elégedett vagyok. A győri klub számára fontos, hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken szerepeljen, hiszen ahogy az elnökük fogalmazott, a fiatalokból lehet a szesés utánpótlás, az idősek pedig lelkes szurkolói a feltörekvő egyesületnek.